Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere, valamint Sári Kovács Szilvia alpolgármester minősítették azt a hat pálinkát, amelyből kiválasztásra került a legjobb. Az összehasonlításos zsűrizés alapján végzett munka során a körte, az alma, a szamóca, a szilva, a megy és a kajszi gyümölcsökből készült pálinkákat kóstolhatták meg a zsűri tagjai tulajdonképpen itt most ők egy összehasonlításos zsűrizést csinálnak, tehát egytől hatig sorrendbe teszik majd azt a hat tételt, amit megkaptak. Van benne körte, alma, szamóca, szilva, megy. Ugye nekik össze kell hasonlítani és eldönteni azt, hogy ő számukra melyik lesz az első, melyik a második, a harmadik, és így tovább. Majd a végén összesítjük ezeket az eredményeket, és aki a legkevesebb pontszámot kapja, az nyeri majd el a Város Pálinkája címet. Ha esetlegesen ugye, az első helyen ugyanúgy két vagy holt két vagy három tétel lenne, akkor azokat még egyszer visszahozzuk eléjük, és abból majd már könnyebben, ugye heten vannak, tehát még egyszer már holt verseny remélhetőleg nem lesz. Az eredmény hirdetésre az országos verseny díjátadóján június 29-én kerül sor, ahol kiderül majd, hogy melyik pálinka viselheti a Város Pálinkája címet.